Itt már nem számít, az első körben számít csak az, amit mondtam, hogy kiegyenlítődnek a kezdések. Tehát itt nem számít az, hogy az előző fordulóban is az elődöntőben Peter Wright kezdett. Viszont ott James Wade tudott nyerni 6-4-re, azt azért ne felejtsük el. Egy nagyon-nagyon jó színvonalú elődöntőt hozott a két héttel ezelőtti belfasti fordulóban. Ez az összecsapás. Most is mind a ketten elég jól játszanak. Peter Wright 101-06-os átlaggal ment tovább Gervin Price ellen, míg James Wade ugyancsak 97-01-jel, de a kiszállózása zseniális volt. Úgyhogy ez most is kihúzhatja őt a slamasztikából, ha esetleg nem úgy jönnek a pontok, de hát miért ne jöhetnének? Túl vannak a bemelegítő nyilakon. Kettő a válasz. Szintén egy százas, ez eddig elég magabiztos Peter Wright-tól. És 180. Az első 180 is a meccsen. Ott van az első legben. Re 121-re jöhet az első kiszálló. Jól láttam 25-ös, akkor nem jól látom. 66. 7-es volt, igen. Tehát még bőven van ideje Wright-nak, hiszen 200 ponton van még most is véd. Dupla 10. Megoldja Snakebite, így 1-0-ra vezet. Véd kezdi a második leget. Annyit. Na most nem jönnek a triplák, nagyon aládobál, voltak ilyen körei az előző meccsen is Wright-nak, aztán gyorsan összeszedte magát. 97. Ez most jött. Mind a két legben dobott 180-at Wright. Lemegy kiszállóra James Wade. Beledobta a másik nyílba, így nincsen értékelhető pont a második nyílba. Na azért, mit tudom, valami nem stimmelt, de 170 az szerintem, de most ott a feladatot is elvették. Igen, 170-ről van, igen. 204-re vitték le, és ezt nagyon értettem.
70 marad. Ezzel James Wade nem dob triplát, így 70-ről fejezheti majd be Peter Wright, és veheti el Wade kezdését. Ráadásul ez csak 60. 81 marad. Na. Jön a tripla 18 és a dupla 8. Az is megoldja két nyílból. 14 nyilas leg Wright-tól. James Wade most nagyon nem találja magát. 80,1-es átlagon mindössze. Miközben 100 fölött bőven. 103,66. Peter Wright körátlaga. Most már ez persze felugrott a 180 után 110-re. De hát itt még mondom, nagyon, ugye a meccsek elején borzasztóan sokat ugrál a körátlag. Százas érkezik. 180 után. Tripla után egy sima, 136-ra tud lemenni. Right. 305-re pedig még a kerekítésre is figyelnie kellett Wade-nek. Majd de szépen kiállt, és oldalról megoldott, hogy 36-ra maradjon. És megoldja a dupla 18-at. Ez egy 13 nyilas leg. Ő sincs rossz formában. Eddig zseniális ez a meccs neki. 15-14-13 nyílt, hát akkor most jöhet egy négy körös most már, ebben a formában maradunk, egy tendenciában. Százas kör. Wade-nek viszont nagyon nem megy. Ez már nem csak egy egyszerű visszaesés, mert most már az a negyedik leg, amikor nem igazán találja magát, nem is dobott duplára. Nagyon érik az a Fangerven Peter Wright döntő. Most 2.61-ről megint hátsó pályára kerülhet sokkal előnyösebb helyzetbe Wright, de ötössel biztos nem. Oh. 34. Most nem sikerült kihasználni Wade megingását, de most nem dob triplát, megint csak védem, azt jelenti, hogy nem megy le kiszállóra, hogy 2.27-ről ismét ott a lehetőség. Hát ez azért már így más. Így meg pláne. 140! Így 87 maradni, már 180 jobb lett volna, de nincs kiszálló Wade. Tehát itt nem tudja befejezni. Viszont ezzel most ő is nagyot farag, 36-ra megy le. Kell az 51, a tripla 17, az nincs meg. A 20-as, tripla 20, jó, dupla 5. Fölé dobja,
vécépíthet a 18-al. 16. nyíl. Ez nem jó. Ó, és hármat mellé dob a duplából. Ezt most büntetheti Wright, és 4-0-ra vezethet. Ó, azt nagyon-nagyon lejtette. Nem büntet. Magát bünteti. Hát ezt már azért megcsinálja, igen. Igen, az első legjobb évnek. Na most begyújtja a rakétákat, és már is 140 ponttal oda próbálja ott hagyni. Álva hagyni James Wade-et. Ez valamennyire sikerül is. Mindig 100 fölötti átlagon van Peter Wright. Igen. Most már nem. Most diplomentes, igen. Pont. Két nagyon rossz körrel, így nehéz lesz fölzárkózni a James Wade-nek. Sincs 77-45 az elég gyengécske. És megint nem jön. Mi történt James Wade-del? Azért nem így jutott tovább az előző körből. Vagy legalábbis nem ezzel a játékkal. Tripla 20-as, csak 85. Az jó, még egy tripla 20-as kéne neki, az nem sikerül. Szép! 128. Egy nyila lesz. Dob egy 108 alatt, most viszont véd, és már is 76. 4-1-hez kell egy dupla 8, meg is oldja a Wright egy nyílból. Méghozzá a 16. nyílból. Most kezdenek helyreállni a triplái Wade-nek. Csak 60. 123-ra válasz. Egyébként a közönség is olyan picit leült. Leült, igen. Mint a szokásosnál jóval kevesebb lenne itt a beöltözött emberke. Lehet, hogy a hétvégére tartogatják magukat a dárc szurkolók. Ja, ahogy ezt már mondtuk, a UK Open lesz majd a hétvége folyamán, ami holnap délután 1 órakor, magyar idő szerint 1 órakor kezdődik. Fáj a dereka? Itt Wright-nak nagyon hajlong. Szóval 1-től 6-ig van tervezve a délutáni program, ahol ugye nagyon sok színpados, ott egyszerre 8 táblán is játszanak, mi a főszínpad meccse, de azért néha bevágják ugye a kisebb színpadoknak az érdekesebb mérkőzéseit. Közben egy 171-en 62-re megy le a Wade. Szóval ez egy jó kis pörgős közvetítés, mert hát rengeteg meccsről kell beszámolni.
És aztán az esti program pénteken 8 órakor fog szintén elstartolni, és körülbelül éjfélig van tervezve holnapra is, és aztán szombaton is délután és esti program is, vasárnap is közben megoldja 62-t tripla 14 tripla 10-zel 4-2-re zárkózik Wade. Sexton 60-nal kezd Wright. Százas. Pici előny James Wade-nél. És ugyanúgy csak 60 a második körben. Ez kevés lesz Wright-nek az első pályáról. Főleg így, főleg így. 140. Ott a tripla. Meg a sima és a bull. Az nagyon mellé, 46-ot hagy ma. Ilyen feje van védnek ilyenkor. Ez hogy? Igen. Azt hiszem, én dobtam. Még a közelében sem volt típusú történet. Még jó lehet. Sima csak, jöhet a tripla. Vagy a tripla 15, vagy a tripla 19. Melyik sémát választja. A tripla 19, a dupla 12. És bedobja Peter Wright óriási hajrával. Ugye 281 pontja volt, és onnan 6 nyillal szállt ki. Az azért elég komoly teljesítmény. James Wade kezd rosszul. Dob egy 180-at. Nagyon jó. Stílusosan kell befejezni egy meccset. Csak mondom. Ha már így kezdett. Ott a negyedik nyíl. Az ötödiket alá dobja. 140, azért... Nyilván a győzelemért, ez is fontos neki. Nem lehet 181-ből valót hiszen? Nem. Nem lehetne? Értve, de lehet, csak nem 3 millió. Hattal befejezheti a mérkőzést Wright, és döntőbe kerülhet, és meg is oldja első nyillal. 6-2. Hát James Wade nagyon, nagyon nem találta magát ebben az elődöntőben, egy 85,81-es átlaggal fejezte be. Egyébként ez egy 10 nyilas leg volt, tehát a mai nap legjobb legje volt itt a Wright-tól. 103,46-os körátlag, 55%-os kiszálló, hát azt mondom, hogy a mai nap két legjobb formában lévő játékosa jutott be. Úgyhogy egy
nagyon meccs lesz. Öntő lesz. Talán egy picit hosszabb szünetet kell tartanunk, hiszen ilyenkor a második előtt döntősnek adnak egy kicsit nagyobb pihenőt. Aztán jövünk vissza a döntővel.